Vissza a pingvineinket. Droppolt az év rap csatája. És droppolt az év közéleti csatája. Ilyen az élet a Lighton. Na jó, itt vagyunk, szevasztok. Boldog húsvét kedvet. Négy nap szünet után. Mindenkinek. Remélem, kipihentétek magatokat. Nem igaz, hogy csak egy nap aludtad ki, mert miért teszel ilyet magadnak? Hát rosszul kevertem a napjaimat, hát elmentem a Judit szülő napjára például. Értem én is, de hát én is ott voltam, és óra átállításra fog, arra kell fogni ilyenkor, hogy ja, két órát. Hétig, két hétig fáradt vagyok, mert a órát átállt, amit erről nem is tudtam, csak utólag derült ki. Már minden átállítja magát, szóval így tudom, hogy csomóan utálják az óra átállítás, de így, hogy minden átállítja magát, igazából észre se veszi az ember. Igen, én is hallottam olyanról, aki emiatt elkésett. Én is így voltam. Jó, de lehet, hogy a régi mechanikus óra. A nagyapámnak van ilyen nyomkodós telefonja, ami gyakorlatilag inkább egy vészjelző, és átállította magát. A mikro azt tudom, hogy nem állítja át magát, de hát a mikro sosincs beállítva. Oda senki sem fordul időért. Ez a mikro, az nem kéne, hogy mutassa az időt, mert csak idegesít amúgy. Az, hogy sosem jót mutat, mert ott bármi áramszünet van, akkor is rossz, és ki mindegyik mikrot máshogy kell beállítani, és így tegye fel a kezét, akinek a mikrója mindig rossz időt mutat. Én nem tudom, nekem is szerintem. Teljesen fölösleges rá az az óra. Én nekem ráadásul olyan, hogy én beállítottam egyszer, és elkezdett sietni. És két hét múlva már újra be kell állítani. Jézus. És ugye hátrafelé nem lehet tekerni, de siet. Előre kell tekerni. Jó, hagyjuk is, ez borzalmasnak tűnik. Úgyhogy feladtam az egészen. Inkább kihúzom a gecibe. Nem akarsz még picsogni az óra átállításra, hogy milyen szörnyű nekem? Azt vettem viszont észre, Ádám, ez nagyon furcsa volt, hogy nem ment el a nap. 6-kor, vagy nem tudom. Én keltem a gyerekhez, és azt mondtam, hogy ó, csak de jó, hogy fél hétkor kell csökkenni, és kiderült, hogy ez fél 6 volt. És akkor utána azt hiszem, akkor nagyon korán keltem, de igazából nem, mert az már akkor fél hét, de hát, én nem tudom. Mindig megzavarodok, hogy előre vagy hátra. Meg... Amúgy régen sose vettem ezt észre, és a nyugdíjasok mindig vinnyogtak, hogy rá. Hát igen, mert ők nekik meg pontosan meg, hogy mikor kellnek, mennek a piacra. És, igen, és érdekes, hogy egy óra eltérés, ez meg tudja borítani az embert, amikor mindig ugyanakkor kelsz, ez biztos megborít, de hát azért át lehet vészelni szerintem. De érdekes mondani az egyetemen, Ádám, amikor akkor keltünk fel, amikor akartunk, és beszartunk mindenbe, ja. Akkor nem zavar. Hát érdekes. Furcsa. Érthetetlen. Talán épp pont szünet volt ugye akkor is. Én nekem nem kellett kelni sehova, és így is úgy érzem, hogy nem tudom, volt már olyan év, amikor így ténylegesen éreztem, hogy elloptak tőlem egy órát, most ezt így nem érzem, de... Ellopták. De én azt tudom, hogy már mióta mondták, hogy majd kivezetik az óra átállítást, de hát manapság már egyre kevésbé fontos, ezt szerintem így, hogy tényleg minden így észre se veszed, és átállította magát, és ünnepek alatt. Ez szerintem jó időpont volt amúgy erre. Mindegy, hogyha fáradtnak érzed magad, és még szerdáig se jutott el hozzád a hír, akkor tudd, hogy az óra átállítás volt, és korábban kezd a szokásoshoz képest, és most... ezért érzem magam fáradtnak. Ja, meg front van. Amúgy azt is hozzá kell tenni, mert kurva meleg volt, de most már nincs kurva meleg. Viszont... De a giroszos mondta tényleg, hogy ki fogják vezetni most már lassan. Kapott a kormányzat ezért, hogy füles. Belügyminisztériumból mondta. Melyiket ha tartjuk meg? Hát ez a mostani. De nem lehet, hogy a másikat jobban szeretik emberek? És akkor ilyen nagy csaták lesznek, és ebből megy a közéleti arc, hogy melyiket tartjuk meg. És akkor lesznek ilyen téli időszámításosok, meg nyári időszámításosok. Igen, és ilyen harcok lesznek. Lehet, hogy háború lesz. Ez fogja kirobbantani a háborút. Ilyen kiégett autók az utcákon, ablakból lövöldözik egymást az emberek. Ez lesz a gyújtópont, amikor felég a társadalmunk ezen a kérdésen. Úgy fog kinézni az egész ország, mint Csepel. Meg akkor már szerintem akkor reformáljuk már meg itt. Nagyon unalmas dolgok vannak. De mi van? Nem tetszik, hogy 7 nap egy hét. Nem lehetne ezt is újra gondolni egy kicsit? Hát most ez miért muszáj ezt a 7 napos hetet tartunk? Hát akkor találjunk már ki valami jobbat. De mi legyen? 10 napos? Nem tudom. De mi is tudsz addig elszámolni? Hát valamit találjunk ki, mert ez most így beállt. Szóval vannak ilyen dolgok, amik így a hosszú évszázadok, évezredek alatt kialakultak. Lehet, hogy most már újra lehetne ezeket gondolni. De szerintem ezeknek amúgy volt akkor is már egy ilyen koncepciójuk, nem? Tehát ott vannak a holciklusok. Azt értem, hogy miért egy év. De az, hogy az egy hét, az már nem olyan magától értetődő, az lehetne más is. De közben azt mégis látod, nem, hogy ezt az egy évet, ezt nagyjából föl lehet osztani. Hát jó, mondjuk most már az évszak
éjszakok se feltétlenül úgy vannak, de a napfordulók szerint, meg a napi egyenlőségek szerint négy egyenlő részre nagyjából föl lehet osztani. De ezt azért még nem dobnád el, nem? Ez most elég specifikus, mert egy csomó országon, ahol nem lehet felosztani négyre. Hát de nálunk föl lehet. Hát, nálunk föl lehet. És de most őt szeretnél az egyenlítő. Amúgy nálunk se lehet felosztani szerintem már. A klasszikus tél, ami max egy hónap. De ezek tények, hogy van, ahonnan elkezd újra. Értem, egyre de már régen, tudod, így mindig így ott volt, hogy tavasz, tudod, ilyen képeken, hogy ilyen a tavasz. Mint a kártya, mint egy magyar kártya. Igen, és akkor mindegyik ilyen elkülöníthető. Most már így egybefoly. Tél nem nagyon van, vagy pár napig. Ősz, az sajnos az van. De látod, hogy most is van tavasz. A tavasz van, de tél már nincs. Egy hosszabb az ősz, és nem vagyok benne biztos, hogy a tavasz hosszabb sajnos. Van egy fél év ősz, ami néha nagyon hideg, meg néha esik a hó, ahogy néha régen ősszel is esett a hó. De szerintem ezt is attól még nehéz máshogy felosztani. Nem? Ja, nem, ez most tök mindegy, mert ez nem befolyásol semmit. Csak azt kezdtem el, hogy így bontsuk le, hogy egy évből megyünk lefelé, és akkor mennyire bontsuk. Jó, értem, de azt, hogy most az évszakokat senki sem figyeli. A hónapok, hát az sem érdekes, de a hogy egy hét hány munkanapból és hétvégéből áll, az már érint. Most az, hogy éppen mikor vagyunk, melyik hónapban, az meg az annyira nem érdekes ilyen szinten. Max az, hogy havonta kapjuk a fizetést, ugye? Nem mindegy, hogy 20 naponta kapod, vagy 40 naponta. Az ilyen szinten az lehet, hogy érdekes. De szeretne akár, nem tudom, 10 naponta is adni. Jó, de akkor, hogyha mondjuk 10 hónap lenne, akkor újraosztanák 10 hónapra ugyanezt a éves fizetést, és akkor ezzel meg lehetne oldani. Azt gondolkodom, hogy amúgy is ilyen mit volt szar ez a 365 nap, ezt azért nehéz felosztani. Az a 4 munkanap az nem vált be, nem? Hát a Telekomnál, de nyugaton amúgy bevált. Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ezt úgy próbálták meglemérni, ahogy az a 4 napos munkait ki van találva. Mert lehet, hogy ez így hosszú távon térül meg, hogy az emberek mondjuk nem leszek annyira így leharcolva, amikor kell terhelni őket, akkor terhelhetőbbek, és amikor nem kell, akkor meg kipihentebbek, meg nem tudom, de olyan stresszesek. A 4 meg az 5 munkanap nem úgy viszonyul egymáshoz, hogy a 100% az 5 munkanap, akkor 84, hanem mondjuk mit tudom én, 95%-át végzik el a munkának. De nem tudom, hogy mi lett ennek a vége, az biztos, hogy Magyarországon a Telekom visszaállít. Hát jó, de egy csomó helyen nem biztos, hogy működne, ahol már így is munkaerőhiány van, és akkor még kevesebbet kéne dolgozni, akkor még nagyobb munkaerőhiány lenne. De hát már nem tudom. Arra gondolsz, hogy egy ilyen három műszakos gyár. Hát nem, egy kórház is ilyen. Aha. Mondjuk az egy nonstop. De ott is meg lehetne oldani, hogyha több ember lenne, ugye? Igen, csak munkaerőhiány van. Várjál, de akkor tudom, hogy mivel lehet ezt megoldani. Hoznak egy csomó filipinót. A filipino orvosokkal azokkal nem lesz nagy baj. Én még azt akartam megkérdezni, hogy mindenki akkor hazaért a Szentkereszti búcsúból. Nem az éjben, a locsolásból. A locsolásot elmész a Szentkereszti búcsúba. Tehát meghallgatod a misét, eszed a rántott húst ott vagy a pincéknél, vagy kinn a búcsújáró ilyen placon. Vannak ilyen hinták, meg búcsú, és akkor utána meg hazamentek délután. És veszekedtetek a családdal hétvégén? Feljött a Magyar Péter, meg ilyenek. Amúgy feljött. Köszönjük Magyar Péternek, hogy lehet pár nyugodalmas napunk, most épp nem droppolt semmit, meg minden. Én amúgy bevallom, előző héten már telítöttem a politikával, meg a közélettel. Egyszerűen borzalmas sok volt ez az egész, és most akkor volt egy pár nyugodt napunk, aztán most lehet, hogy újra belecsapunk a lecsóba, és megint özönlenek majd a hírek, vagy szépen elhalnak, de azt látom a eddigiek alapján, hogy azért a Magyar Péter az kitalálta, hogy mindig lesz valami hírekbe a választásokig. Ez április 6-án ugye tüntetés szervez. Hát azt tudom, szerintem az lesz a hétnek a nagy durranása. De most mondjuk ki van találva még már hetekre előre, hogy majd mivel fogja a figyelmet felkelteni. És ezt gondolom, meg ebben reménykedem, mert akkor ugye nagyon gondolkodnunk se kell. Hát szóval meg érdekes, szóval igen, Profim felépített marketing kampányt, azt bárki megirigyelne. Tehát nem is klasszikus marketing, de azért oda van rakva. Nyilván a CIA segítnek. Ja, de hát amúgy ezt könnyen meg lehet, hogy kiélezte a hangulatot több családi eseményen. Mondom, hogy én is hallgattam ilyen dolgokat is, meg olyan dolgokat is. Szerencsére nálunk azért így nem annyira dívik a politizálás otthon a húsleves mellett, de biztos, hogy azért vannak olyan családok, ahol kemény hétvégék voltak így most, vagy hétvége volt. De én is úgy éreztem amúgy, Ádám, hogy... Milyen rossz lehet, amikor az egész család mondjuk ilyen hívő fideszesek, és akkor ott mondják magukat, és akkor ott ülsz, és így most nem szólalok meg. Erős leszek. Vagy fordítva is biztos lehet így. Ja, hogy ilyen niszét éppen műteti át magát az unokád, ja. Kiabál közben, hogy... Dr. Bieber végez rajtam egy negroplasztikát, hogy végre úgy nézhessek ki, ahogy mindig is akartam. Még rá is fényképezett, és számítógépes grafikával megmutatta, hogy nézek majd ki a műtét után.
És akkor te pedig ott így felépítetted a házat, meg izét. Hogy bevallotta, tényleg az is van. Hogy? Hát egy számban most bevallott a Krúbi. Ja, igen. És lebuktatott minket. Hoppá. Hát igen, az amúgy, ha már rap beef-ek, és több rap beef is kijött, és az egyik az a, amikor az Azait volt, akkor néztük a Dope Man, így elkezdett battle vlogolni, vagy mi így a Puzsérnek beszólt. És a Puzsér most droppolt karácsonykor egy... Karácsony, húsvétkor. Húsvétkor, mert azt tudja, igen. De hogy a húsvétkor droppolt egy rap számot, ami bele akarsz hallgatni? Behallgathatunk. Mit csinált az öreg Puzsér? Mi van? Öreg Puzsér. Mivel foglaltál magát? Mit csináltál a hétvégén? Azon kívül, hogy bebaszott a Radics Petivel. Na, szóval az meglepődtem. Meglepődtél? Figyelj, ahhoz képest, hogy a Puzsér nem egy rapper, és azért érződik, hogy ez egy ilyen, nem egy rapper készítette. Van ennek a flow-nak egy ilyen félig boomer vibe-ja, de közben szerintem ehhez mérted, hogy ez az egész egy félig médiahack, félig poén, egy rappernek egy rabbi felválaszolsz, ahhoz képest nem nagyon korrekt amúgy, és mókás. Nem tudom, azt tudod-e, hogy mit mondott rá a Dope Man? Hát nem örült neki, szerintem. Nem örült neki, valóban nem örült neki, és... Mit mondott rá? Azt mondta, hogy... Puzsér rossz. Hogy szerinte ez kritikán aludik. Viszont az anyám emlegetése és az anyámmal való közös ülés emlegetése az érdekel. És a húgom is érdekel. Figyelj, te büdös köcsök! De szerintem a Robi nem tudta, hogy Dope Mannek beteg a húga. Ja, meg szerintem az, hogy az anyát megemlíti, az a rap beefeknek annyira sajátja, hogy most ezen egy rapper megsértődik, az annyira furcsa. Nagyon furcsa nekem, hogy a Dope Man, aki ugye nagy gangster rappel, és mindenkinek beszólt már. De mi van, nem megy a faszom? Nem? Mit csinál? Lerajzol. Mit? Meg keményeket oda mond, meg erről is egy image, hogy ő oda mond. Azért oda mond. Meg ráadásul, hogy tehát úgy volt, nem, hogy akkor a Robiról mondott csúfságokat. Hát igen, meg a szeretteiről. És aztán, szóval ez a nagy kemény rapper egyszer, mondjuk ez a borzalmas rossz flow volt, amit szerintem ott nyomott a Robinak, szóval szerintem már nagyon... Jó, hát neki is megvan, hogy ez a régebbi stílusa. Hát ez így is lehet nevezni, de hogy okay, és akkor valaki csinál egy válasz rappet, ami amúgy, szóval Robin nem egy nagy rapper, azért nem egy Beethoven-hofi flow ez itt, de még így is szerintem jobb a flow-ja, mint mostanában a Dope Mannek, ami szerintem elég kínos, hogy a saját terepén lett legyőzve a Dope Man, hogy rapper megsértődni egy beefre, az annyira visszás nekem, amikor az egész imidzsed az, hogy te egy kemény, odamondós ember vagy, és akkor valaki csinál rólad egy rap beefet, és akkor megsértődsz. Szóval ez nekem nagyon furcsa. Amúgy alapvetően én is annak gondolnám, meg főleg úgy, hogy ugye a Dope Man ő kifejezetten már ennek. Nem az volt, hogy megismeri akkor a Puzsért? Most még valamit mondok neked, hogy nagyjából összeszedtem, és próbálok képletes lenni, és cizellált az a kapcsolatban, hogy mi van te veled, és ki vagy te. De innentől kezdve, és azért mondom el, hogy kötelezzem magam előtt az, hogy mondtam neked valamit, ha meglátsz bárhol, jobban teszed, ha elmész. Na, ez az, tehát ő itt előadja ezt a butha énjét, meg nem tudom, szóval és akkor közben meg... Sokan komolyan amúgy, nem? Szerintem ő ezt komolyan gondolja, csak szerintem itt most arról van szó, hogy úgy érzi, hogy a Robi direkt belegázolt a családjába. Ez szerintem direkt itt ilyen félremagyarázás. Szerintem ez egy félreértés volt, mert szerintem a Dope Man azt gondolja, hogy mindenkinek tudnia kell arról, aki őt követi, hogy neki milyen
ügyes bajos dolgai vannak a családjának, vagy milyen nehézségei vannak a családjának. A Robi meg szintén nem tudta, hogy milyen dolgai vannak a Dopman családjának, és nem direkt a húgának a lelkébe akart belegázolni, és ez amúgy megértem, hogy a Dopmannek mondjuk rosszul esik, és akkor hát elszakad nála a cérna. És ő is kirakta nem a húgát a nyilvánosság elé, vagy beszél. Hát a saját oldalán igen, ott hát szokott. De most ezt viszont nem kell mindenkinek követni a Dopman oldalát ahhoz, nem csak az, hogy ő is a Puzsérnak a, nem tudom, a személyes dolgairól. Személyes dolgairól, meg olyanokról, akik hozzá kötődhetnek. De értem, oké, volt egy ilyen mondat, de azért a nagy része nem erről szólt. Csak igen, úgy érzem, hogy ez ilyen jó takaró, hogy aj, nagyon bántott. Nem engem, mert az nem zavar, de hogy másokat. De szerintem meg nem, ez nem is feltétlenül takaró, hanem tényleg fölkúrta az agyát rajta. Ja, hiszem. Csak éppen most közben meg azt gondolom, hogy azért egy rap beefeknek azért ott állni kell és bírni kell az ütést. Most a pont a, most a Kendrick Lamar, hogyha a külföldi dolgokat nézed, figyeled, épp a Drake-nek beszólt, meg egy másiknek, azt hiszem a J. Cole-nak, szóval kint is megy éppen egy óriási rap beef, és ott majdnem ekkora. Nyilván ekkora nincsen, de hogy így, hogy ez a rapnek a sajátja. És ez, ezen rapperként, még hogyha úgy érzed, hogy megsért akkor is jobban jön ki, hogy kemény vagy. Lehullik akkor az a nagy reppálc, amit felrakta, hogy én vagyok a fasz a gyerek, szétszedek mindenkit. Szóval ez nem illik össze ez a kettő, szerintem. Az is egy furcsa része ennek, hogy akkor azt mondta a Dopman, hogy hogyha most már meglátja a Robit, akkor megveri. Igen? Aha. Hát igen, az a megverés az mindig az egy utolsó mencsvár, amikor már hát igen, nem van mit mondanod. Nem baj, majd letagadja utólag. Igen, ezt mindig lehet csinálni. Kíváncsi leszek, mi lesz. Ugye engem is már bebífelt egyszer a öreg Dopman egy repjében. És akkor megsértődtél rá, és mondtad, hogy egyszer elkapod. Igen, azt mondtam, hogy szét. Nem emlékszem, mi a szám. Három éves. Mondom, hát ez borzalmas, telik az idő, hogy már három éves, amikor Dopman bebífelt engem. Emlékszem, hogy mekkora dolog volt ez akkor. Ja. Figyelj, azért itt rendes klippet csinált, nem battle vlog volt, ez telefonos, ez itt rendes klip volt. Már úgyis az elején leszek, figyelj. Kiszophatom. Kiszophatsz Liberniák a hát figyelj, jogos szavak. Én azt mondom, hogy ez benne van a műfajban, én nagyon adom. Én ezt szerettem, ezt. Én nagyon éltem ezt az időszakot. Annyit, hogy a öreg Pityinger megtisztelt a figyelmével, én ezt tényleg egy megtisztelésnek vettem. Van még egy rap beef, ami most elkezdődött, és várom nagyon nagy a Fanka, amikor válaszol bármit, mert nem elég, hogy a Csoki állandóan a Fankát cseszteti, remélem, hogy bűntudatod van. Tényleg nem érzem jól magam miatta, most megnéztem, hogy mit válaszoltak arra, amit itt a Eszterre fölvettünk, és... Mit válaszoltak? Nem örültek neki. Na, micsoda meglepetés. Aztán nem tudom, a Fanka írt valamit arról is, erről a múlt heti afféromról, a Szabó Balázssal, de szerintem ott is nem olvastam el, mert úristen, de nagyon hosszú. A Fanka mindig nagyon-nagyon hosszú dolgokat ír. Hát ezért ilyen jó rapper, mert tud írni hosszú. Igen, ezért ilyen jó rapper. És nem blogger. Csak az a baj, hogy nem csak te cseszteted a Fankát, hanem mondjuk a Fanka csesztett először a kilaki kitteseket. Hát jó, ez ki tudja, hogy ki kezdte, mert ő nekik azért régi az ismerettségük. De itt ez van, a Tirpának megjelent az új lemeze, ajánlom amúgy, és az egyik számban, hogy is mondjam, mintha a Fankának üzennének, és amúgy ez egy kurva jó kis dal. Na mit derítettél, mi szabad a gazda? Nem vagy te poáról, csak egy kis kurva pod, mint aki tapad a faszra. Mind a három rész nagyon jó, és a Krúbi az konkrétan lebuktatott minket az ő verzéjébe. Mindannyiunkat. Mindannyiunkat, úgyhogy kösz szépen Krúbi, de mostantól ez lesz a himnuszunk a Krúbi része, mert és ajánlom a megafonosoknak, Krúbi beismerő vallomást tett egy számban, hogyha elkerülte volna a figyelmeteket, mindent bevallott, és sajnos mindegyik sor igaz ránk is. Várom az állított dollárokat, vállalok bármit csak hozzá sokat, a sátánnak áldozom országomat, és elárulom százszor a kormányomat. A cikkekben olvastam, mit kéne tennem, mindent megpróbáltam tényleg, de nem ment. 100 000 gyermeket félrevezettem, és várom, hogy megkapjon végre a kessem.
Na, érdemes amúgy meghallgatni az egész számot, az egész mókás amúgy. Lesz a tirpa vitte a végén. Mindenki vitte, csak hát a klubi része az, ami gyakorlatilag minket buktat le. Ja, nem, amúgy mind, tényleg én nekem is mind három tetszik. Azt gondoltam, hogy neked a klubié fog a legjobban tetszeni, mert ez pont a te humorod ebben. Hát meg a szívemből beszél amúgy. Árok sorra a dollárokért. Amikor szoktunk menni, akkor szoktuk ezt megbeszélni, ja, és akkor össze-össze lehet rak honnan. Ja, én elkezdtem hallgatni a Rákai Filipet a Telexben, és még nem értem a végére, de amikor erről a kultúrháborúról beszél, akkor ő viszont... Ő is beszél kultúrháborúról? Igen. Nem, az a gond, hogy itt most elpoénkodik ezzel a Krúbi, és akkor most ezzel mi is itt elpoénkodunk, és... Hogy droppol az új soros terosztét. Igen, és... Meg, hogy tartom a oltásért a karom, az is úgy éreztem, hogy... Igen. Too close to home. Várja, ez másik dolog, de... Ja, a... tényleg. Ó, csak hirtelen rá. Jó. Ez a beefeknél bejöhet. Jó, ha már beefek. Oké, de igen, mondjon. Csak igen, még ehhez a beefhez kapcsolódik, hogy a Rákai Filip viszont egy olyan hitvallást tesz mellett, a kultúrháború mellett, ami nekem megint felnyitotta a szememet, hogy mennyire máshogy látjuk a világot, hogy valóban azt látja a legnagyobb problémának, hogy Amerika a kultúráját azt gyakorlatilag ráerőlteti a világra, ami ugye nem tudom, hát a második világháború vége óta valójában történik, hogy megy ez a kultúra export, hollywoodi filmek, nem tudom. Jó, de ez szerintem egy kicsit furcsa meglátás, hogy ráerőlteti, mert láthatóan igénye is van az embereknek rá, szóval amerikai popkultúrát azt nem tudnák lenyomni az európaiak meg a világ mindenhol, hogyha nem lenne rá igazából igény. Most képzeld el, hogy 1750-ben azt mondják, hogy ezek a rohadt franciák ráerőltetik a kultúrájukat az összes királyi udvarra, meg nem tudom, az összes gazdag nemes azt próbál úgy öltözködni, mint a franciák, meg franciául tanulnak, meg nem tudom, és akkor azt mondod, hogy ez tönkre teszi a mi kultúránkat. De most meg ezek a kastélyok, amik ilyen stílusokban épültek, azok meg a nemzeti büszkeségeink. Igen, Amerika ráállt nagyon korán a szórakoztató iparra, mind zene, mondjuk a zenében ugye a britek is mindig is ott voltak nagyon, de hogy meg most már svédek, kineveltek egy új nemzedéket, de ebbe bele sem menjünk, de hogy így a Hollywooddal nagyon ráálltak a film, meg a sorozat iparra később, de a film adta ennek meg az alapot, és az, hogy a világon más is készültek filmek, Európának is vannak jó filmjei, de hogy azért Hollywood dominált, az azért is lehetett, mert elsőként kezdték el, az volt a legkiforrottabb, az a közönségnek készült, ami Európáról azért nem mindig mondható az európai filmekről, és aztán a világ megzabálta, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy te most kötelezően amerikai filmeket kell nézni, sőt, ugye nehéz volt még beszerezni annó ezeket az amerikai filmeket, amikor itt még a keleti blokkban mégis azt akarták. Akkor meg itt meg ilyen orosz filmek voltak amúgy érdekes. És érdekes, hogy mégis a amerikai filmekre vágytak az emberek akkor is már, mert egyszerűen már sok évtizede, mikor jött ki a Star Wars meg ezek. Szóval az azért ilyen szinten... Jó, mondjuk abban a török Star Wars-hoz lehet, hogy... Igen, csak hogy az emberek nem véletlenül kezdték el, nem véletlenül azt keresték, mert ez egy olyan fajta szórakoztatás volt, amit azért nem sokan nyomtak. Szerintem most kifejezetten megingott Hollywoodnak a dolgai. Hegemóniája. Hát, nem tudom, hogy megingotta, de most nyilván a indiaiak megcsináltak a saját filmiparjukat, amivel elvittek az egy milliárd nézőt. Legalábbis az RRR, az fantasztikus. Én nekem is eddig kedvenc film az utóbbi évekből. De... Hát amúgy igen, amúgy ebben látod, akkor mégis igaza van a Rákai Filipnek, hogy meg lehet szervezni a saját filmiparodat, amivel elviheted a nézőket, hogyha elég jóra megcsinálod. Ez az. És a indiaiaknak is azért valószínűleg sok idő és sok pénz volt, amíg ezt sikerült felépíteniük olyanra a Bollywoodot, hogy meg nem csak a Bollywoodot, mert már van több is talán, de Tollywood. Ja. Igen, meg nem is az lett az igazán jó, hanem az gyakran ilyen tényleg eléggé fura filmeket csinál. Na mindegy, de ő meg azt állítja, hogy gyakorlatilag a CIA pénzeli ezt, és terjeszti az amerikai propagandát, ami régen legalább John Wayne volt, egy macsó John Wayne volt, de ma tűszoknyás, rózsaszín, valami transz valami. Akkor ezt nem látta John Wick-et. Láttam, ahogy megölt három embert egy kocsmában. Egy ceruzával. Egy kibaszott ceruzával.
búzával. Ami ugyanaz. Ami a John Wick 4, amúgy kiderül, fantasztikus jó film, de hogy manapság is vannak ugyanilyen macsó figurák Amerikában, hogyha jó, én mondjuk azért azt annyira nem az követem. Szerintem az elégedett, csak azt mondja, hogy régen a rock, a legnépszerűbb most a Dwayne Johnson. Ugyanazt a macsó figurát hozza az összes filmbe. Oh, it's working. That's it. That's the one. Sőt, szerintem most egy csomó akciófilmnek Amerikában kicsit pont a, ilyen, a John Wick hozta el, ami alapból már átvett ugye a rédek világából, de meg az ázsiai kultúrából, de hogy most már az akciófilmek egy kicsit jobban rámennek a koreográfiára, és kevésbé arra, hogy szénné vágják. És szerintem pont, hogy ez ilyenkor hülyeséget beszél a Rákai Filip, amikor... Az elfogadás attól még ugyanúgy hirdetve van ezekben a filmekben. De akkor miért ezt a példát hozza föl? Egy Dwayne Johnsonos filmben is, meg ezekben az ilyen bunkó tahó akciófilmekben is nagyon gyakran kerül elő az, hogy a gonosz az mondjuk homofób. Szerintem ez tény, hogy egy valamilyen szintű érzékenyítés az lefolyt az amerikai kultúrában. Igen, de ezt nem, nyilván... nem értünk egyet sokkal. Ne mondd ki a nevembe ezt a véleményt, mert én nem értek egyet hozzá, hogy az érzékenyítés Hollywood az nem ennyire tudatos szerintem, hanem, ja, ne, azt hanem az van, hogy... Egyszerűen a kultúra eltolódott el. Hát nem is a kultúra, hanem azt érzik, szerintem ez is ilyen a pénzt nézik csak Hollywoodba, és azt látják, hogy most épp az elfogadás, meg az elfogadásról szóló filmek azok jobbat mennek, akkor inkább olyanokra adnak, mert mindenféle filmet akarnak csinálni, de a pénzt olyanokra adják, amikben ez van, és úgy érzik, hogy ezzel lehet a diskurzus része van lenni. Ugyanis szeretnék azt a pénzt, azt, amit befektetnek egy filmbe, azt így visszahozni abból a filmből, és igen, aztán az Amerikában még több megy. Pénzük igen. Legyen. Érdekes. Az, hogy ennyi vók van benne, az nem egy ilyen CIA utasítás, hanem ez üzleti érdekük. Hogyha a mihelyt nem lesz annyira üzleti érdekük, és azt látják, hogy ezek a filmek nem menjek annyira, akkor már nem is lesz hirtelen ennyi vók benne. Ja, egyetértek, hogyha de Hollywood mindig is egy liberális hely volt, ezt azért tegyük hozzá, ez ne legyen meglepetés. A művészetek mindig is egy liberális dolog volt, szóval az, hogy most épp a jelenlegi liberális dolgokat mondják, mint mindig, és a liberális dolgokat mondták, a művészet által a liberális, nem ilyen... Mondjuk a 30-as években készültek Németországban, és nem annyira liberális. Értem, de úgy általában a maga művészet ugye hozza azt a szabadságot, azt a eszmét, amivel ki lehet teljesedni. Szóval az, hogy a liberális emberek a liberálisan gondolkoznak, az meg ne legyen már akkora meglepetés. Csak ebben mindig ilyen hülye CIA-kat belelátni, meg ilyeneket, annyira fárasztó szerintem. Ja, de amúgy az tényleg a legvalószínűbb, hogy a Hollywood is, meg az egész szórakoztató ipar szeretne minél több pénzt összeszedni magának, és hát ilyen okokból történhet meg, hogy John Cena bocsánatot kér mandarinul, hogy Tájvánt országnak nevezte, meg ilyenek. És... Az meg Kína miatt van, nem a woke miatt. Na igen, Kína és akkor a piac. Igen, és hogy ahogyan Kínának próbálnak megfelelni, és emiatt cenzúrázzák a plakátokat, meg a filmeket, úgy próbálnak megfelelni a nyugati piacnak is. Szóval abban nincs CIA, amikor a, nem tudom, még itthon is máig a jó barátoknak van nagy kultusza. Ez nem a CIA, ez az, hogy mire van igény. Láttam egy műsort, amiben meg lett mondva, hogy mi is csak azért nem tudjuk, hogy a CIA pénzel minket, mert olyan hülyék vagyunk, hogy nem értjük, hogy hogy működik ez. Az is lehet. Nyilván, nyilván annak van igaza, aki szerint az UFO-k irányítják ezt az egészet. A CIA az tényleg nagyon-nagyon dolgos akkor. Meg kell szervezni a tüntetést, a magyar petit, a kultúrát. Láthatóan az emberek telítődtek egy csomószor a Hollywooddal, és nem véletlenül az anime kultúra nem véletlenül lett ennyire népszerű nyugati körökben is, és nagyon sokat merített a Hollywood is az animékből. Szóval nem csak a nyugati kultúra megy, és hogyha valaki figyelte, hogyha jó példát akar erre, akkor például Dél-Koreát kell figyelnie, mert ő tudott... Már a filmekben, meg a kultúra exportban? Hát a kultúra exportban ráállt tudatosan, és jól csinálta, mert akár a K-pop-pal meghódították a világot, ugye a dél-koreai film lett Oscar-díj, mi a neve? Élősködő. Ez fantasztikus film amúgy, de az a rendezőnek amúgy már nem az első jó filmje volt, és ugye a dél-koreai film lett a Netflixen a legnézettebb is, a Squid Game, szóval a Dél-Korea felépített egy olyan, hogy mondjam... Kultúraipart, ami zenében, filmekben, sorozatokban világhírű lett. Nem az van, hogy nagyon ők nagyon szeretik, és akkor ők megveregetik egymás vállát, hanem a világon mindenütt megnézik, szóval valószínűleg, ha más nem, legalábbis népszerű.
népszerű, és szeretik az emberek, szóval lehet így is. Na jó, és viszont... ők somót vettek át Hollywoodtól, meg a nyugati zenékből okosan átvették, de saját ízükre szabták. Az, hogy a K-pop hogy emelkedett fel, arról vannak dokumentumfilmek, és nagyon érdekes szerintem. Nyilván ez is nem fekete-fehér, mert ott is voltak azért kemény sztorik ezekkel a bandákkal, meg minden, de hogy alapvetően lehetséges egy kisebb országnak is egy ilyen exportálni a... 60 millió ember. Hát 60 millió ember, igen. Vagy de még sokkal nagyobb országok nem tudtak ilyet csinálni. Ja, tény. Mondjuk ezt akkor számon kérhetnénk a németeken is. De én azt akartam mondani, Ádám, ezzel, amit a Rákai Filip mondani valójából én kihámoztam, hogy ő hiszi azt, hogy létezik ez a kultúrháború, és innen, hogyha ebből a szempontból nézed, akkor valójában tényleg minden, ami szembe megy azzal, amit te képviselsz, az ellened irányul, és hogyha nem is direkt a CIA pénzéből a CIA közvetlen utasítására csinálja valaki, de hogyha amellett agitál, ami a CIA érdeke, akkor az neked ebbe a kultúrháborúba az az ellenséged. Ez olyan eszméleten érdekes nézőpont, hogy ebből indul ki, és ebből kiindulva minden amúgy relatív. Hogyha ezt elhiszed, de szerintem ez egy konteó, de hogyha ezt a konteót elhiszed, mint hogyha azt a konteót elhiszed, hogy a föld lapos, és megpróbálnak átverni, hogy a föld gömbölyű, és mindenki megpróbál megvezetni, miért csinálják? És ez az elsődleges, hogy ezt kitalált, hogy miért csinálják? Ez irányítja az életedet. Mert most már akkor muszáj ezt kideríteni, hogy akkor ez itt most mi történhet? Tehát mit rejtegetnek még? Ez mindennek a kulcsa, hogy miért kell ezt a kultúrháborút ráderőltetni. És emellett már teljesen mindegy, hogy mondjuk szétrohadnak a kórházak, meg ellopják a szektorokat, meg nem tudom, tök mindegy, minden alá van rendelve ennek a kultúrháborúnak, ennek, hogy kiterítsük, hogy miért próbálják elhitetni velünk, hogy gömbölyű a föld, amikor tudjuk, hogy lapos. És nekem ez ijesztő ebbe, ez a Pepe Ózimás gondolatmenete. Amúgy jó, hogy droppolt ez a szám, mert az összes ilyen konteót, amit ezek elhoznak, azt a Krúbi végig bevallotta. Csak hogy az a vicces, hogy ez paródiából nyomta, ők meg ezt tényleg egy csomóan elhiszik ezeket a konteókat. Szóval itt több dologról volt szó. Például az, hogy még mindig baloldali média túlsúly van, és ezt félreértik egy csomószor, és ez minden összefügg, hogy nem. Sokkal több jobboldali, meg kormánypárti média van, de a nézettség mégsem ott összpontosul, de az meg nem azért. Média túlsúly bőven van a jobboldalnak, csak az emberek nem akarják nézni. Az már egy másik dolog. Egyszerűen amúgy hírportálok olvasottságában, amúgy, hogyha az Indexet is oda vesszük, akkor végül is már túlsúlyban is vannak a jobb oldalon. Jó, de ahhoz képest, amennyivel több van, és amennyivel több pénzt belenyom az állam, ahhoz képest nincs annyira nagy túlsúlyban, mint szeretnék szerintem. És azért, mert ez az egész visszavezethető erre, hogy ha így látod a világot, hogy van egy másik kultúra, vagy mondjuk vagy másik iskola, vagy a Hollywood, vagy bármi, ami ugye most a CIA csinálja, és mindig azt látod benne, hogy ez kipénzeli, akkor nem érted meg a kultúra és a művészet alapjait, és így nem lehet művészetet csinálni. Szóval az, hogy akkor ők szerintük biztos a CIA pénzeli a Krúbit is, és az itt is a CIA pénzeli, és akkor háromszor megtölti a Puskást, akkor igazából nem értették meg, hogy mitől működik, nem értik, hogy mitől működik a művészet, nem értik, hogy mitől működik egy popkultúra, mert nem tudják elképzelni, hogy valamire egyszerűen igény van, vagy akkor meg hogy fognak ők csinálni valami olyat, ami tényleg értékelhető, hogyha nem értik azt sem, hogy mitől működik az, ami működik, mert bármi, ami működik, és nem ők pénzelik, az biztos a CIA pénzeli. Ez azt jelenti, hogy az alapvető dolgot nem fogták fel, hogy valamilyen popkulturális termék azért működik, mert jó, mert szeretik az emberek, mert rezonálnak vele, mert érzelmileg bevonódnak. És hogyha ezt az alapvető dolgot nem tudják elengedni, lehet nem egyet érteni. Azt mondani, hogy a jól van ez így, meg azért meg mindent utálják, mint a szart, értem, de attól még meg lehet érteni azt az alapvetőt, hogy lehet, hogy nem a CIA pénzeli, hanem valamiért az emberek rezonálnak rá, valamiért szeretik az emberek, valami működik benne, de eddig nem tudnak eljutni, hogy akkor legalább azt próbálják megvizsgálni, hogy mi működhet ebben. Miért töltheti meg mondjuk az háromszor a Puskást? Nem az, hogy na, akkor mi működik, mi ebben a jó, hogy nem ezt, hanem az, hát biztos azért akkor a CIA meg minden, és akkor mondjuk nála pont nem szokták ezt használni már, bár elkezdték őt is cseszegetni, de hogy érted ezt az alapvető dolgot, hogy így, hogy várjuk azt, hogy felemelkedjen a magyar filmművészet, hogyha minden kritika az csak a rossz indulatúság miatt jön, és az, hogy mi működik,
működik, és mit szeretnek az emberek önmaguktól, azt meg nem értik meg, mert az csak amiatt lehet, mert valaki pénzzel. És... De nem, Ádám, mert az van, hogy az egyik, tehát jön a CIA kultúrnyomása, és az az embereket áthangolja a szarra meg a mostékra, és de a most vagy soha, ez egy Hollywood koppintás volt, nem, ami már 20 évre elavult. Nem, a most vagy soha, az a kultúrharcnak a Dárda hegye. Az... De az is egy Hollywoodot másoló dolog volt. Nem, nem értem. A Petőfi film, a most vagy soha, az olyannak kéne lenni a kultúrának. Mint Hollywoodnak 20 éve? Csinálj egy hollywoodi filmet? Egy hollywoodi filmet. Ami még csak nem is a jó fajta Filip, hogy ez egy hollywoodi film. Szintén visszautasítaná. Vagy azt mondaná, hogy igen, látod? Megértettem azokat a dolgokat, hogy mik az... De nem értette meg. Ez a baj benne. De 20 éve megértette. És azt mondta, hogy ezt... Tudok én is csinálni egy hazafit, egy magyar de hazafit. De nem tud. Nem tudod. Na, nem a hazafi. De hogy, mert, de nem azért, mert hogy nem tud, hanem azért, mert átfordítva ezt a kultúrháború másik oldalára, ez így néz ki, Ádám. Ezt mondaná akkor a Rákai Filip. De amúgy én értem, hogy a Rákai Filip miért szeretne ilyen történelmi filmeket, és szerintem engem és téged meg főleg az zavar, hogy lehetne itthon tényleg jó történelmi filmeket készíteni. Engem tényleg főleg zavar, én fú, de nagyon de nem ez a baj, nem az a baj egy filmmel, hogy történelmi, meg az se, hogy ilyen hazafias, hanem az, hogy emellett legyen, mint film is jó, de nem az. Lehet azt mondani, hogy ez egy hazafias film lesz, amit szeretni kell, mert hogy hazafias, de hogyha szeretnéd, hogy a tömegekhez elérjen és a tömegek értékeljék, akkor túl kell ezen látni, és nem az kell legyen, hogy én most át akarom adni a hazafiságot, meg azt, hogy ez mennyire fontos kor volt, hanem az kéne a lényeg legyen, hogy azt szeretném, hogy egy jó filmet csinálják, ami érdekes, ami leköti az embereket, ami maradandó, és hogyha ez hazafias, az csak egy plusz. De nem ez kell, hogy a kiindulás szerintem legyen. Szerintem ez volt a koncepció, hogyha belegondolsz, akkor ezért volt ott a farkas. Az, hogy legyen egy ilyen izgalmas mellékszóri. A Petőfi nem volt izgalmas a karakter, ő egy fethetetlen, egydimenziós karakter volt, pedig a Petőfi... Ő elég sok emberrel összeveszett, Petőfi és nagyon izgalmas volt. Elméletek egy, igen, egy sokak szerint egy igazi seggfej volt. Az, hogy van egy történelmi figuránk, aki ekkora nagy becsben tartunk, és közben meg lehet, hogy van egy ilyen sötét oldala is, mert nyilván nagyon sok jó dolgot csinált, nyilván közben, mint egy csomó művész, akit nagyra értékünk, seggfej is közben. És ez a kettőség, hogy itt egy történelmi figuránk, aki egy hősies, mindenhol a neve van, megváltoztatta a történelmet, és az egyik leghíresebb költőnk, de közben lehet, hogy egy elviselhetetlen alak volt egy csomó emberrel. Ez a kettőség egy érdekes film lett volna ezt kibontani, mert nem fekete-fehér, ez kurva érdekes lett volna, ehelyett láttunk egy fethetetlen hőst. És ez nem működik, ez Hollywoodban is csinálnak ilyeneket, és akkor sem működik amúgy. De lehet, Ádám, hogy csak mi nem értettük meg, és farkas valójában Petőfinek a sötét oldala. Lehet. De úgy látszik, nem csak mi nem értettük meg, hanem Bencsik András. Ja, és tegyük hozzá, hogy még te is egy 10/5 adtál erre a filmre, minden kritikád mellett, nem a 10/1 genget erősítjük mi. Nem úgy, mint Bencsik András. Aki azt mondta, hogy a Most vagy Soha című film minden vonatkozásában rossz lett, amit a rengeteg ráköltött pénz sem tesz elviselhetőbbé. Pedig amúgy a rengeteg ráköltött pénz az sokkal elviselhetőbbé tette ezt a filmet, mert ja, csomószor nagyon jól nézett ki. Így fejezi be, akár erről is szólhatott volna a film, a látvány helyenként mutatós lett, a zene jól szólt, ám a forradalom elmaradt. Nagy baj, hogy Andy Vajna meghalt. Elterjedt a hír a pesti szóbeszédben, hogy az alkotók már új filmtémát találtak, a Mohácsi vészt. Uram irgalmaz, nem volt elég egyszer? Most zavarba vagyok majd Bencsiktől, mert ő aztán a világlátásra távolabb nem is állhatna hozzám. A bubukat, ha összeházasodnak, kivégzik. Ez a jó hírem. A melegeket kivégzik, ha összeházasodnak. Mi is ez a jó hírem? Erre nem szól senki? De várjál, ha összeházasodnak? De hát a házasságot magának az államnak kell engedélyezni. Szóval előrébb van ennyiben ugand, hogy összeházasodhatnak a melegek, csak ötten rögtön kivégzik őket. De közben meg úgy látszik filmek terén annyira más az ízlése, mint a Most vagy Soha, hogy ezt nem tudott csendben maradni. Nem tudom, mi volt a baja. Mert én sem tudom, hogy mi volt a baja. Azért, hogy ennyire kéneke a kórusból, ahhoz itt ahhoz nagyon sok bajodnak kell legyen. Én nagyon örülök, hogy végre vannak, hogy mondjam, eltérő vélemények NER-en belül is. Szerintem ez fontos, ez egy jó dolog.
és örülök, hogy már hogyha mi mondunk rosszat erről a filmről, vagy bárki rosszat ír a filmről, az csak amiatt lehet, mert egy rohadt lipsi, akit a CIA pénzzel. De legalább, hogyha Bencsik azt mondja, hogy akinek amúgy, fú, bezzeg, múltkor ugye, amikor az ilyen főszerkesztői dolgai múltkor, amit olvastam, az ilyen konkrétan egy rasszista kiáltvány volt múltkor, de mindegy. De hogyha ő is, aki egy prominens alakja ennek az egész egyletnek, ő is mondhat róla rosszat, akkor talán elhiszik, hogy ha más kritizálja ezt a filmet, akkor nem csak amiatt van, mert egy hazáruló, nem? Most már ez talán... Azt gondolod? Igen. A Rákai Filip nem így gondolta, mert azt mondta a Facebook poszt alá, hogy 2000 éves történet, nagy csütörtökön és nagy pénteken mindenkiről kiderül, kicsoda is valójában. Azt mondta a Benzsikre, hogy ő a Júdás. Na hát Rákai Filip akkor még annyira sérti szerintem, mint Benzsik ezzel, hogy tényleg hangoztatták, hogy ez nem egy kurzusfilm, erre bárki kritizálja áruló? Na de látod, hát akkor ez mi az, ha nem a kurzusfilm definíciója, bazzus? Megint nem érted, Ádám, hogy mindent meghatároz a kultúrháború. Uh-huh. Ez az elsődleges, ez attól még nem egy kurzusfilm, ez minden magyarnak szól, ez Rákai Filip és a, nem tudom, a, ki adja erre a pénzt? Nem igen. Tudom, mindegy, a magyar államnak a közös ajándéka 15 millió magyarnak, mindenki örülhet neki, tényleg nem voltak aktuál politikai áthallások, egy kortalan filmet csináltak, és persze van, akinek tetszik, van, akinek kevésbé tetszik. Jó, de most a Jézus kérdés, az ő, vagy akkor Orbán? Nem, szerintem Jézus Orbán, és akkor úgy van, hogy akkor ő viszont ő nem árult el, de hát a Bencsik az hátba szúrta a kultúrháborút. Nem tudom, amúgy olvassátok el a Bencsik kritikát, az ér furcsa dolgokat, hogy Petőfi feminin, meg hogy nyuszikák a hősök. Feminin, ez volt a baja? Mitől igen. Volt feminin? Bajsza is volt. Mi kellett volna? Mitől? Hát ilyen vékony gyerek. Dwayne Rock Johnsonnak kellett volna játszani? Ez keci lett. Jó, az tényleg volt volna, de hogy miért, hogy képzeli Petőfit, hogy milyen volt? Vagy... Hát amúgy szerintem se ilyen volt a Petőfi, mint ahogy ezt megbeszéltük, hogy azért a Petőfi az de, egy... Az de, ez, egy, de egy filmben nem az egy hogy... Ja úgy, hogy értem, de hogy kinézetre most ez most... Azt mondja, hogy a mérsékelt izgalmatán a film igazi főszereplője, a farkas névre hallgató akciós keltet, aki mint Jason Statham nyugdíjas korában pompás verekedéseket mutatott be. Majd az egész filmben remekül lőtt, verekedett, úszott és élt túl mindent, hogy végül az ember elkezdett szurkolni neki, hiszen a modellként szolgáló akciófilmekben az ilyen hősök pontosan ilyen szakszerű kegyetlenséggel vernek agyon és lőnek szitává mindenkit az igazság nevében. Jó, ez tény, hogy a farkas volt az igazi főhős. Ez is olyan lesz, hogy itt 10 év múlva úgy értelmezik ezt a filmet, mint egy tragédia, ahol a farkasnak egy tragédiája. Egy ember, aki a munkáját akarta végezni. Igen, ez egy rendőr. Ugye fiatalok. A öreg farkas. Ami annyira érdekes, hogy ennyire Rákai Filip van a Most vagy soha középpontjában, aki egy producer, miközben van rendezője. Ja, várja, mert ő is írt. Mert írt. Igen, de hogy van egy rendezője a filmnek. Bármilyen másik filmnek a diskurzusát látod, akkor a színészek és a rendező nyilatkozik, sose a producer. Elméletileg a rendezőnek kéne mindenhol nyilatkozni, a megvédeni, és a többi, és mégis a Rákai Filip van a középpontban. Szóval ez sehol máshol nem láttam ilyet, hogy nem a rendező beszél a filmről. Meg ugye a színészeket, mert ők híresek, meg ők ott az arcuk, de hogy mindig a rendező van a sajtó középpontja, és most valahogy az egyik producer és író. Majd az is furcsa, hogy producer író, de hogy az még hát okay. Miért? Az azért elő szokott fordulni. Hát igen, de általában az eléggé más kvalitások kellenek a producernek, meg az írónak. Jó, de hát nem is egyedül írta, hanem ugye a Hadik sikerfilm írójával, meg a Szente Bajkal együtt. Na mindegy, hát jó. Azt mondom, szerintem érdekes amúgy így ez az egész így egyben ez a Rákai Filip interjú. Mindenképp érdemes meghallgatni, és amúgy tegre alkalap a Rákai Filip előtt, hogy elment a Telexbe, megválaszolta a kérdéseket. Még nem hallgattam végig, mondom, úgyhogy még lehet, hogy a második felében nagyon nem lesz szimpatikus, ki tudja, de az első felében az, hogy legalább elmondja, hogy ő mit gondol, az szerintem egy tök jó dolog. Fontos dolog volt, olvasnunk ugye a Deák Daninak a könyvét is, hogy megértsük, hogy mi megy az embereknek a fejében. Nem tudom, nekem ez nagyon szomorú a kultúrára ilyen háború.
háborúként tekinteni. Szerintem a kultúra az pont ez a szépsége, hogy folyamatosan egymásból merít, ihletet kap. Nem jó így tekinteni rá, mint valami hadi szintére, de ők úgy érzem, hogy valahogy mindenre így tekintenek egy kicsit. Pedig én nagyon jól tudnék szórakozni a Rákai Filipék filmén is, hogyha jó lenne. És nem gondolnám, hogy ez egy háború része. Ahogy ő is jól szórakozhatna mondjuk a szegény párákon, hiába van ugye feminista üzenetei, mert mind a kettő megfér egymás mellett. Szóval én nem gondolom, hogy kultúrának egy ilyen háborúnak kellene lenni, hanem gondolatok, amik meg kéne, hogy férjenek egymás mellett, amik mind a két oldalon felnyithatnának szemeket, mind a két oldalon egy kicsit, hogy mondjam... Segíthetne megérteni egymást. Igen, inkább a művészetet ebben találnám, hogy valami közös pont lehetne a politikai csatározásban, egy közös pont, hogy jó, igen, jó, te is te mást gondolsz, te erre szózol, te arra, te amarra, de azért itt vannak a kultúrában közös pontjaink, amik legalább így szeretünk, de hogyha már a kultúra is egy ilyen mesterséges csatatéré van alakítva, és a fejükben ez a CIA és hülyeséggel tényleg onnantól kezdve, hát ez nekem szomorú, miközben nyilván én is értem, hogy Hollywood nem kritikamentes, mert a Hollywooddal most különösen sok probléma van, de mondjuk az nem csak emiatt van, hogy woke, hanem mert a minősége a filmjének kicsit elcsesződött azzal, hogy vagy ilyen több százmilliós produkciók vannak, vagy ilyen indie dolgok, de szerintem az A24 az például éppen ennek a válságnak egy, hát, hogy mondjam, aki ebből jól ki fog jönni, hogy az embereknek igénye lesz jó filmekre, amik ilyen szerzőik, amik nem olyanok, mint az ezredik Transformers. Igen, az embereknek elege lesz, és akkor ki fog nőni mindig egy új dolog, ami ez egy ellenkultúra, mint most az A24 filmek, amik szerintem érdemes rájuk figyelni. Vagy a Neon. Meg vannak ilyenek. Na, amúgy, ha már ez a kultúra a témánk ma, azt nem tudom, látod-e azt a hírt? Nem, ez arról szól a cikk, a Krúbi és a beletörődési ipar, de nem csak a Krúbiról szól, hogy mennyien nyernek abból, mint a Krúbi, hogy van ez a apátia itthon, bár igen, most pont annyira nincs, de hogy általában se a ellenzék nem jó, se a kormánypárt nem jó, és akkor, hogy ebből... De mégse termelődik ki egy alternatíva. Igen. Csak az elégedetlenség... Ez a termék pedig nem más, mint a jó, hát akkor itt fogunk élni hangulat, a politikai apátia és a reménytelenség lenyomat, a sírva vigadó közösségi feelingje a politika intézményeikbe és a képviseletiségbe vetett hitben való megrendülésünk, és az ezekről való lemondásunk nagyon magas színvonalú kulturális megfogalmazása a beletörődés ipar csúcsterméke. Sajnos ez viszont nem mi vagyunk akkor a csúcsterméke. Nem mi vagyunk, de mi is meg vagyunk említve, mint a beletörődés ipar része. De én... Amúgy ezzel egyetértek részbe, és a Raven Crocs Bandi ezt már fél éve vagy egy éve mondta. De szerintem én nem értek egyet, sajnos. Mert ez szerintem az, hogy a művészeti világ, vagy hát a média, aminek a része a művészet valamennyire, hogy a zenék, a videósok, a nem tudom, rádiósok, stb., akik ezek vannak a médiának és a művészetnek a része, az mindig is reflektált a közéletre, mindig is reflektált a világra. És attól, hogy most reflektál a világra a mi videósként, vagy a klubi zenészként, attól még ez így is úgy is szerintem, hogyha rengeteg embernek van valamilyen gondolata, meg érzése, valaki ki fog termelődni organikusan, mert aki látod, és ugyanúgy visszamegyünk erre, amiről ma csomót beszéltünk, hogy érted, ha van valamire igény, akkor ott nyilván fel fogja emelni a nép azt, aki ezt kimondja. De nem gondolom, hogy azért a művészeknek, meg a médiának lenne a dolga, hogy alternatívát képezzen. Hát jó, ebben egyetértek, hogy nem feltétlenül az ő dolguk, vagy a mi dolgunk lenne, de amúgy, hogyha azt nézed például, amellett, hogy végül is Petőfi Sándor se lett ugye miniszterelnök, amellett mégis az élére tudott állni egy társadalmi változásnak, amit már akkor évek óta megénekelt, hogy mivel van problémája, és sok konfliktusba is került emiatt. Úgyhogy, hát nem tudom, az viszont lehet, hogy 1845-ben is volt erről szó, hogy hát, hogy micsoda apátia van itt, meg hogy hát ezek a reformok, ezek sehogy se sikerül, hogy működjenek, meg
meg itt a fontolva haladók mindent megfúrnak, de közben meg valahogy mégis eljött a változás. És amúgy nem tudom, lehet, hogy a mikorunk az más, és tényleg maradni fog ez az apátia, és Isten megmentsen minket attól, hogy valami forradalom legyen, meg nem tudom. De az is lehet, hogy ez pedig a változásnak az organikus folyamata. Ja, hogy a kultúrában elkezdődik, az emberek először csak éneklik, hogy Orbán vert ki a Ferinek, mert vicces, aztán elkezdenek belgondolni. De ez is egy félreértés, hogy ezekre a tengelyekre állítjuk. Nyilván a klub is énekel erről, mert érdekli a téma ugyanannyira, mint bármelyik fiatalt érdekli, aki érdeklődik. És manapság ma azért, amikor már ennyire áthat mindent a politika, azért sok fiatalt érdekli a téma. Minket is érdekel, de más is érdekel, ahogy neki is, meg mindenki, mondja, Karszon Komának is vannak más témákról is számaik, és nem mindig a klub legyen a példa. De nyilván közéleti témában is vannak, mert az embert érdekli, de attól még a nap végén zenét akar csinálni, zenéket akar készíteni, ahogy mi a nap végén videókat szeretünk készíteni, nem csak ebbe a témába, csak ez most érdekes. Amúgy a cikkel nincs valami tök jó, meg jó megállapításai vannak, csak nem értem, hogy mi következik ebből az egészből. Hogy van egy igény valamire, hogyha háborús hangulat lenne itt, akkor sok igény lenne olyan kulturális termékre, ami a békét hirdeti. Most mondok valami hülyeséget. És attól még ezzel nincs gond, ez így működik az ember. Vagy ez arra gondolnak, mi a nagy megalapítás ebből, azon gondolkozom, hogy mit kéne leszűrnöm. Megint szerintem egy másik szemüvegen keresztül nézed, mint a cikknek a szerzője, bár én is csak ezt feltételezem, de hogyha viszont, ahogy a Rákai Filipnek a kultúrháború az elsődleges dolog, ahogy a cikk írójának mondjuk lehet, hogy az az elsődleges dolog, hogy mikor lesz az ország egy jobb egyenlőség felé elmozduló szabadabb közéletű, nem annyira politikailag bebetonozott ország, akkor mindent ebből a szempontból lehet megvizsgálni, hogy hogyan tudunk előre lépni a felé. Mm-hmm. És akkor az, hogy mint ahogy a Kádár korszakban ott volt a Hofi, aki akkor ugye többek szerint egy ilyen szerepként funkcionált, ahol ki lehetett ereszteni a gőzt a rendszer hibáival kapcsolatban. Ugyanúgy ilyen szerepként funkcionálhat a Krúbi is, meg mi is, ami elereszti a feszültséget. De csomóan csinálják ezt. Érted? A Krúbi azért például, mert ő másba is jó, meg jó zenészként. Jó, ebben gondolkozol. Ezen magában nem elég a siker, ez is ő is elismer is jó. Csak olyan furcsa, hogy próbálok gondolkozni, hogy milyen megoldás, de közben valahol minden média termék valaminek a reflektálása és valamiért igény van rá. Ennyire a Mérce az a, mi a neve, a korrupcióipar terméke? Mert ő ugye egy csomószor a korrupció... Szerintem a Mérce is inkább, sokkal inkább a beletörődés iparnak lehet. Csak akkor egy, hogyha... Akkor az átlátszó, bocsánat. Az átlátszó szóval az átlátszó, a korrupcióiparnak, az, igen. Igen, de szerintem, attól még szerintem szükség van az átlátszóra, és nagyon jó, hogy van átlátszó, de hogyha nem lenne korrupció, nem lenne rá szükség. De olyan az átlátszó hibája ez az egész. Kicsit más szerintem, az átlátszó azért földeríti... Most ez egy nagy vonalakban mondom, mint példa. Jó, rossz példa. Jó, de az ott nem szórakoztatni próbálna. Bár amúgy nem, tény, hogy a piaci megmaradásuk az attól függ, hogy mennyire tudják átadni az üzenetet ezzel kapcsolatban, hogy milyen korrupció folyik Magyarországon, mert ugye, hogy olvasói támogatásokból... Hát nyilván, hogyha nem lenne korrupció, akkor nem támogatná senki, mert nem lenne mit hozniuk, ami felkelti az érdeklődést, de hát érted, ettől még ezeknek fontos, hogy létrejöjjenek, és fontos, hogy működjenek. Szerintem... Ásdani a korrupció. Az Ásdanitól kezdve, aki oknyomoz, egészen a kultúráig kezdve, aki énekel róla, szerintem mindegyik része a dolognak, és nem tudom, hogy ez olyan, hogy igen, igény van valamire, és ezért ők sokan veszik vagy nézik. Hát ez nem tudom, hogy ebből milyen további következtetésre lehet jutni amúgy így a nap végén. Mondom, én érteni vélem. Én is értem, csak azt nem tudom, hogy mi jön belőle. Minek kéne változni, hogy jobb legyen, vagy nem értem, hogy ez egy rossz egyáltalán, vagy... Az is lehet, hogy ez csak egy megállapítás. Ne. De ezt amúgy... És nem következik belőle semmi, hanem az következik belőle, hogy hát láthatóan ez se oldja meg az összes problémánkat, de lehet, hogy nem is kell elvárni tőle, hogy megoldja az összes problémánkat. Hát igen, pont ez a bajunk, hogy akinek meg kéne oldani, azt nem termelődött még ki, vagy nem is hagyja ez a rendszer, hogy kitermelődjön, inkább az a baj. Bár most ugye, amit látjuk, ha valamikor most voltak repedések itt a rendszeren. Hát a rendszeren. Most nem tudom, hogy mit szeretnék, hogy mi legyen a választáson. Az biztos, hogyha a Magyar Péter jól fog szerepelni, ami nem is tudom, hogy indul el egyelőre a Magyar Péter. Valami párthoz beáll, ugye? Én csak azért szurkolok, hogy jól szerepeljen, mert hogyha a Magyar Péter jelentős százalékot ér el úgy, hogy pár hónapja robbant be, attól a Fidesz is be fog fosni, és az ellenzék is. Mind a ketten azt fogják érezni, hogy itt most nekünk föl kell götni a gatyánkat, és az, hogy egyszer a Fidesz is megijedjen, és az ellenzék
egy kis összeszarja magát, azt szerintem az azért... Ez tetszen. Ez szerintem is korrekt. És ezt szerintem sok embernek tetszen, és ez is a Magyar Péter népszerűségének az egyik alapja. Ja, bár ugye szerintem azért elég dörzsöltek ezek a megélhetési politikai szervezetek ahhoz, hogy túléljék ezt a vihart. Már látszik, hogy ugye a DK a Párbeszéddel és az MSZP-vel közösen indul ugye az önkormányzati választásokon. Uh-huh. Én nem tudom, hogy végül is ez kiterjed-e az Európa Parlamenti listára is, de szerintem tehát mindenki itt próbál majd úgy davírozni, hogy azt az 1%-át azt valahogy többekkel összefogva, majd hogyha más nem, akkor kiszámolják, hogy a Jobbik, az MSZP meg az LMP együtt tud 5%-ot, és akkor úgy összeállnak, hát a Jakab Péter meg bárkihez bedobja szerintem azt a 3%-át, a DK-hoz bármikor. 3. Hát valami ilyesmire mérik. A rendszer belső ellenzéke, a Hazafias Népfront, az szerintem nyugodtan túl fog élni, csak szűkülni fog. Hát majd egy ilyen belső hatalmi harc lesz náluk biztosan, hogyha elvisz tőlük szavazatokat a Magyar Péter, de olyan szempontból szerintem is izgalmas, hogy legalább ha más nem, az ellenzéket most valaki bontja. És ezt már régóta szeretném. Nem mondom, hogy rájuk rá kell szavazni, mert én lehet, hogy másra szívesen szavaznék, de nem fogom bánni azt, ha jól szerepel. Ja, de még azt is várjuk ki, hogy egyáltalán milyen párt szívében indul most. Nekem nyilván más lenne, hogyha a Kutya pártnál indulna, most attól függetlenül, hogy nehéz ezt elképzelni, meg más, hogyha a DK. Hát a Vitézinél is az, hogy a LMP áll mögötte, az nekem az nagyban csökkent. Nem, rosszabbat. Nem tudom, én a Vitézit, ha mondjuk budapesti lakos lennék, lehet, hogy beúznám az X-et. Hogyha a függetlenként. Ha függetlenként lehet, hogy beúztam volna. És még úgy is, hogy de ő fideszes, nem érdekel, attól még hosszabb értőmnek tartom. Még úgy sem, hogy lehet, hogy jobb a marketingje, mint amennyire hozzáértő, még úgy is úgy érzem, hogy a Karácsony, meg a Szent Király, hát nem tudom, azért elgondolkoznék a Vitézin, úgyhogy az LMP-vel indul, azt nem értem, hogy miért kellett. Ezt érthetetlen számomra, de ezt ma erről még úgyis fogunk beszélni. És furcsa, hogy emiatt meg elvileg kidobták az európai pártcsaládjából az LMP-t. Nem, az egész furcsa, de biztos a önkormányzati választások is majd felpörögnek így, ahogy közelítünk hozzá. Még én is emészgettem, még nincsen kialakult véleményem, de addig is itt maradunk, és pörög tovább, jól van ez így a beletörődésipar, úgyhogy holnap mi ismét itt leszünk, és együtt beletörődünk a dolgokba. Kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek beletörődni. I gotta follow my vision, no time for daydreams. All my brothers get money, we call it gangrene. Just another day, but I focus still on the same thing. Us against everyone else, I recommend you change teams. Who the hottest in the city, we the top two. You said your music was litty, but that is not true. Just being honest, you should really just stop, fool. Matter of fact, empty no pockets, give me that watch too. My mind is wicked, that's why I spit it so hostile. Freaky girls in the